Paláver. A Hírefem és a Hírtv interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver. Hangra fel. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kezdődik a Paláverén. Dezse Balázs vagyok, 06179929999 a telefonszámunk, és 0677953 az SMS számunk. És akkor ahogy szoktuk, kezdjük a mai napi kérdésünkkel. Ma azt kérdezzük önöktől, hogy ön szerint lehetett e a békéről az orosz fél nélkül? És a 0630 re várjuk a válaszaikat egészen 5 óráig, a jelenlegi állás pedig 2% az igennek, illetve 98% a nemek javára. Hát, hogyha megengednek egy kis hozzáfűzni való ehhez, hát végül is tulajdonképpen lehet tárgyalni az orosz fél nélkül, csak mi értelme van annak, hogyha az egyik háborúban álló fél éppen mondjuk nincs ott, vagy nem akar részt venni, vagy nem olyanok a feltételek. Tehát nyilván mindent meg lehet beszélni, csak tárgyalni lehet, csak éppen nem fog sehová sem vezetni az a tárgyalás, se rövid sen, pedig hosszú távon. Na, de nyilván erről is fogunk a mai napon beszélgetni, de akkor elmondom gyorsan, hogy mi a három mai ajánlott témánk. Arra gondoltam, hogy a változatosság kedvéért végre beszéljünk egy kicsit Magyar Péterről, illetve nem csak Magyar Péterről, hanem az ő holdudvaráról, kompániájáról, mert előkerült körülötte egy, hát nevezhetjük régi új arcnak, Láng Balázsról van szó, aki éppen a napokban próbált ö, magyarázkodni, hát ugye az történt, ahogy az szokott lenni a baroldalon, hogy lebuktak és magyarázkodnak. Ö, ő egy ilyen titkos segítő volt eddig, de hát lebukott, hogy mégsem olyan titkos, legalábbis most már nem az és megpróbálta kimagyarázni a saját szerepét a Magyar Péter történetében. Annak apropóján került elő, hogy állítólag ugye ő volt az az ember, aki, egy, aki jól láthatóan ölelkezett Magyar Péterrel, nagy örömkönnyek közepette, jó nem tudom, hogy voltak-e örömkönnyek, de minden esetre egy nagyon mély ölelésről van szó, és azt mondta Láng Balázs, azt nyilatkozta, hogy ő egyébként nem ismeri Magyar Pétert, nincs vele különösebben kapcsolata, sőt a tüntetéssel látta először ehhez képest, hát nyilván kiderült, hogy ez, én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én, hogyha, akivel egy először találkozom, viszonylag ritkán szoktam ölelgetni, de hát annyi, amennyi ház, annyi szokás, ugyebár minden esetre elég beszédes, hogy ez a bizonyos Láng Balázs különböző külföldieknek szóló Facebook csoportokban Ergel, a kormány Orbán Viktor ellen, és természetesen kampányol Magyar Péter mellett, és a kormány buktatásról beszél folyamatosan, és hát úgy tűnik, hogy egyébként Láng ezekben a Körökben, amúgy Magyar Péter közeli tanácsadójaként tünteti fel magát, úgyhogy nagyon érdekes, és ugye itt is bekúszik megint az a bizonyos külföldi szál, ami azért Magyar Péter kapcsán már egy ideje azért a terítékem van. Eddig csak sejtettük, de hát voltak bizonyos elszólások, amelyek ezeket a feltételezéseket igazolják is. Aztán hát van egy nagyon tragikus, Témánk, egy szomorú témánk, egy tragikus történet kapcsán, ami Svédországban történt. Egy svéd család családapát tulajdonképpen kivégeztek Svédországban, mégpedig bármennyire is meglepő lesz ez most, migráns hátterű emberekről van szó. Ugye tudjuk, hogy Svédországban erről lehet sokat olvasni, mostanában beszéltünk is már róla, a svéd migráns bandák háborúja az már egészen elképesztő méreteket öltött, több környéken a rendőrség tulajdonképpen hát megtenni, amit lehetett ebben a helyzetben, de nagyon sok helyen úgy tűnik, hogy feladták a harcot, mert tehetetlenek ez ellen. És hát egy 39 éves Mikael nevű svéd édesapa a legújabb, legfrissebb áldozata ezeknek a migráns bandáknak. És hát az annyi volt a bűne, idézőjelbe, hogy a 39 éves férfi a 12 éves kisfiával biciklisták az uszodába indultak. És így hangzik a hír, hogy egy gyalogos aluljárónál biciklisták egy fenyegető banda zaklatni kezdte őket, Mikál rendre utasította őket, nyilván nem hagyta, hogy a kisfiát vegzálják, és ennek következtében az egyik bandatak előhúzott egy pisztolyt, és fel, fejbe lőtte az édesapát a fia szeme láttára. Uh, nehéz. A, erről nyilván indulatok nélkül beszélni, majd én mindenkit most arra kérek, hogy azért próbáljuk megtürtöztetni magunkat és a megfelelő keretek között maradni, és megpróbálni úgy fogalmazni, hogy a szalon képes legyen. Tudom, hogy nehéz. Uh, ez egyébként ugye most történt közvetlenül akkor azután, hogy elfogadták ugye a, a, migrációs paktumot, ami ugye, hát majd erről fogunk beszélni, hogy ez pontosan mit takar, meg mi ezzel kapcsolatban az elvárás majd az Európai Bizottság a Brüsszel részéről. És a harmadik témánk egyébként szintén ehhez kapcsolódik, hogy megfenyegette az Európai Bizottság tulajdonképpen azokat, akik nem akarják majd elfogadni a migrációs paktumot. Ez úgy történt, hogy van egy bizonyos, biztosan jól ismerik, egy Ilva Johansson nevű hölgyről van szó, nyilván a legtöbben nem hallották még a nevét, egyébként én sem túl gyakran, ő az Európai Bizottság belügyekért felelős svéd biztosa, aki vette a bátorságot, hogy megfenyegessen minden EU-s tagállamot, aki majd egyszer valaha nem fogja elfogadni ezt a migrációs paktumot, és azt mondta, hogy jogi eljárással számolhatnak ezek az országok. De ezt nem így fogalmazta meg, már egyébként önmagában a, a gondolat is rendkívül sértő, de ahogy megfogalmazta, az még durvább. Azt mondta először is, hogy minden tagállamnak be kell vezetnie, ez egy ilyen figyelmeztető hangnemű kijelentés volt, illetve ezt is mondta, hogy ha nem így, te, vagy ha nem tesz így, a bizottság természetesen elindítja a kötelezettségszegési eljárást, de nagyon meg vagyok győződve arról, hogy a tagállamok el fogják fogadni a paktumot most igen gyorsan. Tehát ő biztos abban, hogy ez meg fog történni, és valószínűleg azért ennyire magabiztos, mert pontosan tudja, hogy ö, hogy milyen retorziók és mekurcolások várnak majd azokra az országokra, a politikusokra, akik bármilyen jellegű kritikát merészelnek megfogalmazni a migrációs paktum ellen. Úgyhogy ez a mai muníciónk lesz egyébként ma vendégünk is, Nánási Kézdi Tamás személyében, aki Biatorbágy alpolgármestere jelenleg. Arról fogunk beszélgetni, az agglomeráció kapcsán fogunk beszélgetni, meg Budapest kapcsán, meg a budapesti elvándorlás, és nyilván az közelgő önkormányzati választások kapcsán, meg arról fogom kérni hogy mennyire egy országos küzdelem ez, mennyire szól a helyi közösségekről, illetve a különböző települések szempontjából, mi ennek, a, ennek az idei választásnak a tétje. És akkor nem is húzom tovább az időt, itt az első telefonálónk, ma csókolom. Szeretettel köszöntöm, Üdvözlöm. és a kedves nézőket is, Balázs. Hát először is a Biatorbágy a most hirtelen a funkciót alpolgármestert mondott. Igen. No, lehet, hogy egyszer már volt ő vendég, ugye? Volt már, hát viszonylag régen. Akkor, besz... Akkor azt a kérdést szeretném feltenni, hogy hány darab kisgója van már, mert akkoriban beszéltem vele, betelefonáltam, és mondta, hogy igen, ott van a fészek, és vannak-e ott a fordulóba már kisgóják. Felírtam a kérdést. Tőlem, fel is írtam a kérdést, fogom tenni. Köszönöm szépen, mert nagyon büszkén mondta, és mindig visszavárják a gólyákat. És ha már gólyákról van szó, akkor először itt a témák előtt egy bizonyos más dologról beszélnék. Hogy az EU alapjogá akarja tenni az abortuszt. Na most van egy olyan a Vatikán kiadott egy ilyen címmel egy írományt, hogy örök méltóság címmel. Hogy ez az emberi elleni büntet. Igen, igazából. egyébként nagyon örülök, hogy felhozta kedves Ica ezt a témát, mert amikor, amikor összeírtam magamnak, hogy miről beszélgessünk ma, meg gondolkoztam ezeken az ajánlott témákon, akkor ez is, ez is úgy voltam vele, hogy lehet, hogy erről is kellene beszélni, úgyhogy mindenképpen beszéljünk róla. Azt hiszem, hogy az az ötlet ezzel kapcsolatban, hogy 12 hetes korig eldöntheti az édesanyja, ami hát a, a, akinél van gyerek, meg, meg, meg emlékszik mondjuk egy egy nő egy terhességre, vagy, vagy várandóságra az pontosan tudja, hogy ezért 12 hetes. Na most már... itt tartozom én egy vallomással, és meg kell, hogy mondjam, tehát még az is benne van, hogy ugye szabadságjog fogalmazzák igen, igen. meg, sajnos. No Itt én hát tartozom itt a közvéleménynek, illetve önmagamnak tartozom egy vallomással. Én én, Csisztú János Ica, én egy gyilkos vagyok. Ezt én ön, önmagamra mondhatom, de mástól nem tűröm. Mert ö, sajnos volt abortuszom, az ö, bol kifolyólag nem engedték, hogy megszüljem. Megszülj, Nagyon-nagyon végtelenül... Ö, fáj, hogy nem voltam erőteljesebb, és nem tartottam ki amellett, hogy már pedig akkor se veszitek el, és ugye az orvos ö, szinte az akaratom ellenére vették el, mondván, hogy a kisbaba addig, ameddig én rosszul vagyok, és a rohamok sűrűsödnek, addig ő nem kap levegőt, ö, nem kap kellő oxigént, mondták, és én ezt elhittem annak idején, tehát gyilkos vagyok, bűnös vagyok. Hmm. Nem Na gondolom, most, hogy az ö... lenne egyébként. De igen, én, én ha apostrofája magamat így, másokat pedig, és ennek szenvedi is az árát, de ekkor fogalmaztam meg azt, hogy rendben van, ha nekem nem lehet gyermekem, a cejzerendrénél is voltam annak idején, utána örökbe akartunk fogadni, az se lehetett a betegségem miatt. Tehát magyarul mondva, mindenre alkalmatlannak minősítettek engem, és éppen ezért is volt az, hogy nem baj, ha nem lett saját gyermekem, akkor minden gyermek a gyermeke mindentől kezdve. Tehát utána így álltam hozzá a dolgokhoz, és igen, voltak éppen az erdélyi gyermekeket is ezért vettük a párommal pártfogásunkban. No, de ettől, ettől eltérek ettől a témától. Féltenetes és borzalmas és szörnyű dolog az, hogy ez az eset, amit témaként feltetszett tenni Balázs, hogy a, a, annak a 12 éves gyermeknek a szeme szól. Ez egy őrület. Ez, ez a gyermek ez örök életére ezáltal megnyomorodott. De tényleg. Ezt hordozni fogja ez... élete végéig. Ez... Így van. Ez egy felnőtt Na, embernek ér... is sokkoló, nem vagy egy gyereknek. Így van, az, hogy én életem végéig hordozom ezt a dolgot, hogy nem tudtam gyermeket világra hozni, ez is önmagába borzasztó. De az, hogy itt fenyegetőzik ez az Éva Johansson, ugye ezt a. Nem Éva, hanem nevet. Ilva. Ja, Ilva. Johansson. tehát ez egy másik borzasztó dolog, hát hogy képzeli meg, mire föl? Igen, azt a hírekbe is hallottam, hogy a Meloni is megszavazta sajnos, a Szávini az természetesen tiltakozik, a lengyelek is, a lengyelek az abortusz ellen tiltakoznak, harangszóval és a többi, tehát a, mit képzeli és hogy képzeli úgy egyáltalán bárki is a bizottságból hogy más tagállamokat ilyenekkel fenyegessenek. Hát ugye so, a szóval fenyegetőzés az nem állt tőlük nagyon messze, az Európai Bizottságtól ugye főleg. Nem emlékszünk az Na olaszországi most... választások előtt, azt mondták, ugye ezt von der Leyen mondta, jól emlékszem, hogy ha esetleg megnyerni a jobb oldalról Olaszországban, akkor megvannak a módszereik arra, hogy jó belátással bírják őket. Ezt Amerikában mondta Annu, így van. Na most ö, arra visszatérve, hogy a kvótát ugye megszavazták, hát igen, a hazai momentumosok, akit én most már nem momentumosoknak, ugye a Donát Anna, a Csekatka és az újhelyi István is megszavazta. Na most én őket, a momentumot, innentől kezdve nem momentum pártnak hívom, hanem migráns pártnak. A, a, az a momentum, aki Terézvárosban is többek között közbeszerzési támogatások ö, ö, c, közbeszerzési hatóság megbüntette őket, és 141 millióval károsította meg a Terézvárosiakat. Úgyhogy Terézvárosiak. Figyeljetek oda, a zsebetekből 141 milliót kivet, azon kívül pedig a migráns kvótát a pártjuknak az EU-s képviselője a Donát Anna, csekatka, meg. Szavaztá, hogy jöjjenek a migránsok, igen. Akkor menjen be mindenki Soproni Tamáshoz, és a Soproni Tamásnak a lakásában lakjon. És ne pedig feny fenyegessen másokat, már elnézést kérek, és az ő lakásaikra pályázom, fogadják be. Fogadja be az új helyi, fogadja be de a... De a... voltak már ilyen javaslatok, de ezt sosem teszik meg. Ica, ne arra de le kell zárnunk a beszélgetést, ugyanis el kell mennünk egy szünetre. Köszönjük Köszönöm, hogy Kös mi pedig most, mint említettem, elmegyünk egy rövid szünetre. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. A rádióhallgatók viszont még egy kicsit beszélgetünk addig is. Paláver. A Hírefelv és a Hírtévé interaktív műsora. Paláver. Hangra fel. Paláver. A Hírefelv és a hírtv interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver.

és már itt is vagyunk, folytatjuk a Palávert 0617 799 a telefonszámunk és 077953 az SMS számunk. És a mai kérdésünk pedig önököz az hogy ön szerint lehet-e tárgyalni a békéről az orosz fél nélkül, és a 0630 re várjuk az igen, illetve a nem válaszaikat, és a jelenlegi állás úgy tűnik, hogy a Paláver kezdete óta még változatlan 2% az igenek, amit megmosolygok javára, és 98% pedig a nemek javára természetesen. Csak önökön múlik, hogy ez vál. Tozni fog-e. Minden esetre, én itt azt mondtam az elején ezzel kapcsolatban, hogy amúgy én valamelyest egyetértek mégiscsak az igenekkel, ugyanis lehet tárgyalni a békéről az orosz fél nélkül, csak semmi értelme nincsen. De hát persze bárki bármiről beszélgethet. Például uh, mai vendégünk Nánási Kézi Tamással, biatorbágy alpolgármesterével is tudunk beszélgetni a békéről, és nem ül itt fel a Putyin, tehát lehet, csak semmi értelme nincsen, szervusz. Szervusz, szervusz. Üdvöz, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket is. És téged, téged, is, Balázs. És hát egyszer, egyszer mi már beszélgettünk Budapest körüli agglomerációs dolgokról, Igen. de azt gondoltam, hogy itt a választásokhoz már viszonylag közel, mert egyébként akármennyire is még jó, ja, június az még messze van egyáltalán nincsen messze. Úgyhogy szerintem fontos lenne, és szerintem kezdjük azzal, nem, kezdjük azzal, amit az előző kedves betelefonálunk, a megkért, hogy kérdezzem meg tőled, hogy visszatértek-e már a gólyák biatorbágyra. E, Itzát üdvözlöm szeretettel, azt hiszem már legutóbb is beszéltünk erről, a gólyák meg, jelenten megérkeztek, picinyek még majd csak lesznek remélhetőleg, de már keresik a helyüket, már készítik a fészket a megszokott helyen. Majd megpróbálunk Itzának fotót is küldeni erről, na de... Uh, hát a számunkra most lényegesebb témák közül talán az egyik leglényegesebb, hogy ugye nekem ez ilyen vesző paripám, hogy minden választás előtt általában azt hangoztatjuk, mi is újságírók, műsorvezetők, ti politikusok is, hogy legfontosabb választások következnek. És egyébként tényleg mindig úgy tűnik, hogy a tét az minden választással egyre és egyre nagyobb lesz. És szerintem tudjuk, hogy miért, de azért tőled is szeretném ezt hallani, hogy miért lesz nagyon fontos az önkormányzati választás, illetve tegyük rendbe egy kicsit azt, hogy miről is szavaznak most majd az önkormányzati választás során az emberek. Ugyanis nagyon sok olyan hangot lehet hallani, például Dobrev Klára ugye nemrég mondta, hogy ha Orbán veszít, az önkormányzati választáson, akkor, akkor mi fog történni, és különböző fenyegetések hangzanak el ezzel kapcsolatban. Mondjuk én nem láttam, hogy a miniszterelnök indulna főpolgármesteri címért, esetleg akár EP képviselői pozícióért, de mindegy, ezt rábízzuk az ellenzékre az ilyen jellegű fenyegetéseket. De mégis mennyire egy országos harcról van szó, vagy mennyire emellett, mennyire van mérleg másik nyelve a helyi közösségeknek a következő öt éves sorsáról. Hát végtelenül sajnálom, hogy azt kell nekem is mondanom ma, hogy nagyon-nagyon fontos választásról van szó. Jó lenne már egy békebeli voksolás, de a helyzet az, hogy június 9-én figyelnünk kell arra, hogy nem csak Brüsszelt kell elfoglalni, hanem a saját településünket is, vagy meg kell tartani, amennyiben. Jobbadali konzervatív vezetés alatt áll. És itt elsősorban nem a kis településekre gondolok, ahol személyes ismerettség, vagy ismertség, vagy független jelöltek között zajlik a boksolás tétje, hanem nagyobb településekre, ahol, ahol már a párzászlók is számítanak, és amellett is döntenek a, a helyben élők. Én azt gondolom, hogy nem csak azért fontos az önkormányzati választás, mert hogy eldől, hogy tényleg versenyképes jó vezetése lesz az adott településnek, amit szeretnénk, meg felelősségteljes, hanem abból a szempontból is, hogy egy kicsit már eldőlhet az, hogy mi lesz 2026-ban. És ilyen szempontból nem teljesen alaptalan az a mondat, hogy Orbán Viktor győze vagy veszít az önkormányzati választásokon, mert a baloldal szisztematikusan lépésről lépésre, szervezetről szervezetre, emberről emberre építi alulról magát. Mi legalábbis agglomerációban ezt tapasztaljuk. Ha felül nem válnak be a receptek, és nem jön a várovárt forradalom, akkor, akkor alulról próbálkoznak, és az önkormányzati választásokon teret, pénzt, hatalmat próbálnak szerezni annak érdekében, hogy mindezt át lehessen váltani, többek között annak érdekében, hogy mindezt át lehessen váltani 2026-ba országos vosokra. Azért mégiscsak számít, hogy ki, ki egy településnek a vezeté, vezetője, milyen irányvonalat visz, milyen források és milyen hatalom már rendelkezésre ahhoz, hogy egy adott országgyűlési körzetben is megfordítsanak eredményeket. Ez egyáltalán nem vicces. Az, hogy hogy döntünk június 9-én, az számított 2026-ban és Orbán Viktor számára is tehát nagyon fontos, hogy az emberek elmenjenek szavazni, és ne dőljenek hátra, mert ugye van egy ilyen berögzült, néha ilyen rossz szokás előkerül, hogy úgysem az én szavazatomban fog múlni, ezért minek menjek el. Hát de, igenis, mindenkinek a szavazata dönteni fog, és hogyha mi nem megyünk el szavazni, meg egy ember nem megy el szavazni, akkor tulajdonképpen azt hagyja, hogy mások döntsenek majd helyette meg az ő következő öt éve felett. Na de említetted itt a, a, az építkezést a baloldal részéről. Azt látjuk nagy országos szinten is láthatjuk, Európa szinten is láthatjuk, meg kisebb települések szinten is láthatjuk, egyébként Biatorbágyon is hasonló dolgok látszanak, hogy néha mondjuk elindul a Fidesz-KDNP jelöltjei, elindulsz te is a polgármesteri székér most idén, és akkor a másik oldalon vannak úgynevezett civilek. Ugye Gondolom, itt a Paláver hallgatók többsége ismeri a civil jelenséget. Ugye tudjuk, hogy például az Amnesty International is egy független, mindig mindenkiért egyformán aggódó civil szervezet, akik mindig csak a legjobbat akarják mindenkinek. Viszont ha megkapargatjuk a felszínt, akkor nagyon sok esetben előkerül mondjuk egy piros szín, vagy egy lila szín ott a, ott a civil színek fényezés alatt. Hogy ez, ezzel mi a helyzet? Ez a civil dolog, ez mennyire veszélyes, kikálhatnak mögötte és ez milyen, milyen hatása, hatása van az önkormányzati választásokra egy, mondjuk egy biatorba, egy méretű település? Én azt kezdeném, hogy magától a civil szervezetektől ne, ne tartsunk és ne féljünk. Az egy nagyon üdvös és fontos dolog, hogy minél több közösség alkosson egy polgári társadalmat egy adott településen. A, azokat a szervezeteket érdemes górcső alá venni, amelyek közéleti indítatásúak és jelölt állításra is vállalkoznak. Jelölt állító szervezetek is lesznek, illetve részt vesznek ilyen kampányokban. Ö, Abszolút tapasztalható és látható, a mi körzetünk környékünkön feltétlenül, de lehet, hogy más agglomerációs és magyarországi térségekben is, hogy egyesség van, háttéregyesség van a baloldalon belül arról, hogy ahol sikerül feltámasztani egy ilyen közéleti szervezetet, nálunk például egy évvel ezelőtt sikerült ründolni egyet, akkor a pártok nem jönnek akkor a pártok nem zavarják a képet, mert azt gondolják, hogy az úgynevezett függetlenség látszatával, a párt hovatartozás eltüntetésével vagy hátréphúzásával sokkal több szavazatot lehet a bizonytalan körében is elérni helyi szinten. Ez nem teljesen alaptalan dolog, ez autott esetben működhet is, és látható az is, hogy ahol eddig például Budajosan vagy Érde hatalmat szereztek 2019-ben, vagy még korábban a helyi baloldali liberális elők, az mindig valamilyen civil szervezet állarca, vagy civil szervezet jelszava alatt működik. Egyébként hozzáteszem, hogy a jobb oldalon is vannak olyan polgári egyesületek, amelyek jelölő szervezetként kapcsolódnak a Fideszhez, de nem úgy, hogy sehol sincsen mögöttük a fidesz kdm például nem úgy, hogy kimondva, nyíltan, megmutatva az embereknek együtt indulnak a választásokon. Erre a csapdára figyelni kell, mert a legtöbb esetben beigazolódik, hogy ha nem is feltétlen pártokok alkotják azt az adott civil szervezetet, de, de pénzt akár kommunikációs segítséget, tanácsadó segítséget, szakmai segítséget, kampánytanácsadókat, bármit szervezetten kapnak és kaphatnak ezek a szervezetek, és annak alapján végezhetik a munkájukat. Nálunk például szerintem a Budaörsi Modell dívik. ezt a Budaörsi Modellt, amely az ottani polgármesterek hosszú ideje nagy sikereket hoz, ezt megpróbálják valamilyen szinten exportálni a környéken is. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel állunk szembe, vagy ezt látjuk, amikor megjelenik egy ilyen civil szervezet. Az agglomerációs települések is itt most ö, nem csak Biatorbágyot, hanem nyilván az összes többit is Budapest környékén ö, érthetjük ez alatt. Nyilvánvalóan valamilyen szinten össze vannak kötve Budapesttel. Akár abból a szempontból, hogy az embereknek egy jelentős része Budapestre jár dolgozni. Egyébként itt a Paláverben rendszeresen felmerül a kedves betelefonálók részéről az a javaslat, hogy miért nem szavazhatnak a, az agglomerációban élők is Budapest főpolgármesterére, hiszen a, 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 az agglomerációban élőknek semmi mindegy, hogy milyen állapotban van a főváros, ahol egyébként a, az idejük egy jelentős részét töltik. De nem csak ilyen tekintetben van kapcsolat, hanem olyan szinten is, hogy azért mégiscsak elég közel van. Szerinted mennyire befolyásolja egy-egy budapesti eredmény? A Budapesten most nagy csata zajlik, ugye Vitézi Igen. Dávid is bejelentkezett, ugye, és akkor ott van Szentkirály Alexandra, illetve Karácsony Gergely, szóval nagy csatát, nagy csatára számítunk Budapesten milyen hatással van ez az agglomerációs településekre? Nekem az az állításom, hogy ahogy 2019-ben azzal a döbbenettel szembesülhettünk, hogy a főpolgármester széket sikerült a túloldalnak elfoglalnia, vagy visszafoglalnia, és a kerületek egy jó részében is váltás történt. A következő állomás, a következő hatalmi zóna, amire ezek a politikai közösség vagy közösségek áhítoznak és hajtanak, az a budapesti agglomeráció. Magyarország egyik legvonzóbb, leggazdagabb, legtőkével gazdasági erővel legjobban ellátott közletéről beszélünk, közel félmillió lakosról, 80 településről. Ez egy hatalmas nagy zsákmány, és azt gondolom, hogy most minden arra van kiegyezve, hogy bővüljön a budapesti baloldali kör, és Budapest és Környezete egyaránt egy ehhez a táborhoz tartozzon, És ennek érdekében elég erőteljes mozgások vannak, elég erőteljes nekifutások vannak, és hogyha mi alszunk és túl, túl sokat figyelünk Brüsszelre, ami nagyon fontos, de közben ne felejtsük el a településünket, ezt hangoztatni szeretném vagy, vagy azzal vagyunk elfoglalva, hogy Budapesten mi történik, és ez áthat minket, és nem figyelünk a saját településünkre, akkor június 10-én arra ébredhetünk, hogy egy hatalmas zónával és zsákmányjal lett gazdagabb a túloldal, ami igenis hat a 2026-os választása. És itt van még egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak ö, befele mennek dolgozni Budapestre az agglomerációból az emberek, hanem Budapestről is mennek kifele az agglomerációba az emberek. Ugye én nagyon, hát, kicsit megmosolyogva szoktam mindig hallgatni az ellenzéki lózungokat, amikor azt mondják, hogy ö, Orbán Viktor elől menekülnek az emberek külföldre, tulajdonképpen ö, 12 éve. Hát ö, én azért látom egy kicsit azt, hogy egy kicsit olyan, mintha Karácsony Gergely elől is menek menekülnének az emberek. Még azok is, akik esetlegesen rászavaztak, azok is menekülnek az agglomerációba egy ö, nyugodtabb, rendezettebb életreményében. Hogy ez a fajta kivándorlás, Budapestről történő kivándorlás, ez milyen hatással van akár egy ilyen választási időszakra, akár mennyire látszik mondjuk az elmúlt év távlataiban, hogyha megnézzük a, a, szavazatokban, meg úgy általában egy, egy ö, kisebb agglomerációs településnek a közhangulatában például. Hát a közhangulatot az alapozza meg, hogy hát először is kezdeném onnan, hogy talán a kedves nézők, hallgatók emlékeznek még arra, hogy volt olyan Budapest, ami kétmillió fő fölötti népességgel bírt, a legújabb adat az idén január 1-e, 1 millió -e, 620 ezer ember rövid fejszámolás, legalább 400 ezeren hiányoznak Budapestről. Ennek egy része biztos, hogy a népességfogyás, de a zöme, a legnagyobb része az elvándorlással állt elő, és ez az elvándorlás azért viszonylag folyamatos. Például az 2011 óta 47 ezer fős mínusz mértek, ami azért egy kisebb kerülettel is felér. A kivándorlásnak az az oka, hogy olcsóbbak voltak az ingatlanárok az agglomerációban, azért mondtam, hogy voltak, mert ez egyre inkább nem igaz. Másodszor pedig ott van a zöld, ott van a csend, ott van a nyugalom, ez, mérték, ez nagy mértékben csábítja azokat, akik önálló életet akarnak kezdeni, váltani szeretnének, és amikor kiérnek, akkor egy részük, de csak egy részük, mert vannak, aki nagyon elégedetten találja meg a helyét, de egy részük arra döbben rá, hogy nem azt kapta, amit, amiért oda nem azt kapta, amit várt. Ráadásul Budapestről sem sikerült elszakadnia, mert a munkahely, az iskola, stb. tovább is odaköti őt minden áldott nap. Aludni jár haza, reggel fölkereste, visszaérkezik. És van egy csalódottság, egy, egy elégedetlenség, ami akár a helyi mindenkori vezetésen is lecsapódik, mert hogy az önkormányzatnak kellene ugye már mindent megoldani, ez egy általános gondolkodás. Erre, ezt nagyszerűen meg lehet lovagolni, ezt a csalódottságot, és ráadásul ugye ezek a települések nem bírják követni feltétlen infrastruktúrával, közlekedéssel, intézményekkel ezt a robbanást, ami további konfliktusokat hoz, tehát hatalmas konfliktuszónák vannak, vannak olyan települések, akik lassan irányíthatatlanok, mi kivételek vagyunk, hál' Istennek, a sok kormányzati segítségnek is köszönhetően, de bizony, bizony nem mindenhol rózsás az élet, és ezekre a konfliktuszónákra nagyon jól lehet alapozni ellenzéki programokat és ellenzéki önkormányzati kampányokat, úgyhogy ezért is hívom fel a figyelmet arra, hogy ez egy érzékeny terület a jövő szempontjában. Fogunk még beszélgetni az agglomerációról. A tévénézőktől most egy rövid szünet erejére elköszönünk. Őket nagy szeretettel várjuk vissza, közben a rádió hallgatókkal tovább beszélgetünk. Paláver. A hírefelm és a hírtévé interaktív műsora. Paláver. Hangra fel. Paláver. A hírefelm és a hírtévé interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Paláver. Hangra fel amikor a tüntetését próbálta a kedves kolléganőjük közvetíteni és a talán a az előtt a nő előtt, igen, igen. amit az művel. Rendkívül és de... hát egyébként a tévénézőket pedig köszöntjük de, közben, hogy szeretettel visszajöttek. Azt hiszem, hogy ezt megküldenék, hogy az oroszok meg az ukrának közé a háborúban, ott is ugye ilyen mondanás. mondaná a de ez nem, nem erre gondoltam, Már arra, hogy azzal kezdeni, hogy ott van ez a csűrje, ami ott elő, körülötte ugrát, visítozott, bele nyúlkát. és azzal kezdeni, hogy Ime, Magyar Péter és az ő követői, ők akarják megváltani Magyarországot maga is be akar szállni. Tehát, és nem mondhatja azt, hogy most kivágtok, meg levágtuk, meg letagadtok, mert ez, ez a saját tüntetésének a, a menete volt, amit, amit ott, ott én láttam a tévében. Szóval meglátjuk, magyar hogy Magyar Péterrel kapcsolatban mit hoz a jövő. Én köszönöm szépen önnek, hogy telefonált adjunk lehetőséget másnak is. Köszönjük Na, szépen, köszönjük. minden jót kívánunk, viszont találásra. Egyébként ugye van nekünk egy SMS falunk, és úgy látom, hogy néhány SMS-ezőnket megmozgatta itt, a, amikor a civil függetlenekről beszélgettünk és érkeztek. Hát ha nem is kérdések, de felvetések mindenképpen azt írják, hogy a 12. kerületben hegyvidéken is nyomul a független jelölt teljes melszélességgel. Azt írja az sms ező, hogy kis túlzással már a vízcsapból is ő folyik, programja ennyi, váltsuk le a kormánypárti önkormányzati vezetést. És ez egy remek felvetés, egyébként Tamás és Panni írta nekünk, köszönjük szépen, törzs SMS-ezőink tulajdonképpen. Ez egy nagyon jó felvetés, mert ugye van ez az úgynevezett protest hozzáállás, amikor valaki és itt ezzel igen, kezdtük. Igen. igen, ez a divatos. Azzal kezdtük itt, hogy hogy ugye Orbán Viktort akarják sokan megbuktatni, és vannak ellenzéki körök, akiknek sikerült elhitetniük a szimpatizánsaikkal, hogy itt tényleg Orbán Viktort fogják leváltani most június elején. Mit lehet tenni egy önkormányzati kampányban egy protest szavazás ellen például? Vagy egy olyan ember ellen, aki csak azért se Hát én megint a környék... És bocsáss meg, ha mondjuk egyébként elégedett a, mondjuk a jelenlegi városvezetéssel, de akkor sem akar mondjuk arra szavazni, mert, mert az Orbán, ugye szokott ez lenni idézőjelben. Hát én mindenképpen azt tanácsolnám mindenkinek, hogy annak ennél, hogy tényleg ez a kettő összefolyik, próbálja meg külön választani, és azért azt gondolom, hogy vannak olyan polgárok is, akik azt nézik, hogy a, a, az illető polgármesternek a teljesítménye, vagy a képviselőtestületnek a teljesítménye, vagy esetleg a kormányzati támogatások és segítségek nélkül vajon-vajon bajon azok a beruházások, amik megvalósultak, működtek-e volna, csak a, a, az adott kerület vagy település költségvetésében ezt érdemes mélegre tenni kimondása előtt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt nem csak a választó választóinknak kell mozgosítani a magukat annak érdekében, hogy amit lehet ö, visszavegyünk, elfoglaljunk, vagy megőrizzünk az önkormányzati választások során, hanem magának a, a párt kínálatának is nagyon kell ügyelni arra, ilyen protest, protest helyzetben, ahol váratlan sok elégedetlen szavazó megy majd az urnákhoz, hogy megérezni és meglátni azt, hogy ö, mi az ő igényük és elképzelésük az adott településről. Tehát az agglomerációban például az látszik, hogy a, a Fidesznek egy speciális ö, hozzáállást és egy speciális programot kell kínálnia, annak érdekében, hogy ezt a sok konfliktust, amiről ráadásul nem is az adott önkormányzat tehet feltétlenül, vagy nem is az adott, adott település, hanem egyszerűen rászakadt az egész, és nem is tud feltétlenül minden szempontból megbírkozni vele. Tehát, hogy hogy a jövőképe, az elégedetlenség, az elégedetlenség miért van, és milyen javaslatok is vannak az emberek részéről erre, és milyen érzékenység, területeken van érzékenység. Ezekre kell feltétlenül egy kicsit átforgatni, és a hangsúlyokat erre az irányba terelni, hogy megtalálják azt, hogy hogy a számunkra lévő problémákra igenis a jobb oldalon is megvan és meg lehet a válasz. Ott is tudnak modellt és útmutatást küldeni. Ha minden választ meghagyunk a túloldalon, akkor, akkor ne csodálkozzunk, hogyha, hogyha a protestszavazók csak oda küldik majd a szavazataikat. Nekem a, most idézőjelben mondom, a kedvenc fajta protestszavazóm az az, és én is szép számmal ismerek ilyeneket a saját környezetemben, akik úgy Kormányellenesek, meg Orbán Viktor ellenesek, hogy ö, én pontosan tudom, hogy ők úgy laknak jó helyen, meg szép helyen, meg járnak mondjuk ö, szép autóval, hogy felvették az összes olyan támogatást, amit egyébként a kormány kitalált és biztosított ugye a, a család alapításra vágyó fiatal pároknak, felvették a csokot, a kedvezményes hitellehetőségekkel éltek, felvették a babavárót, ugye amikor volt autóra támogatás a nagyobb családoknak, azzal is éltek, és mindennek ellenére azt mondják, hogy mindegy, csak ne a Fidesz. Ezen... És akkor az ember mit kezdjen ezzel? Vagy az van, hogy a túloldalon olyan csodát kínáltak nekik, amit elhisznek, ami nem De mi létezik. Lehet az? Nem tudom, hogy lehet ennél nagyobb csodát kínálni egyébként ezután a rengeteg segítség után, és miben lehet beugrani, hogy az ember ne vegye észre ezeket a támogatásokat. De az alapvetően jellemző ránk, hogy a telt pohárnak mindig az üres részét nézzük. Jó lenne, hogyha meg tudnánk elégedni azzal, amink van és amit kapunk, és azt gondolom, hogy sokkal jobb életet is tudnánk élni, és akkor nem csak a szavazatunkat befolyásolná ez, hanem a mindennapjainkat is. És akkor még az előbb a listában itt a csak maga bobaváró, meg a kedvezményes hitel mellé még nem is mondtam azt, hogy ha esetleg a, mondjuk az édesanyja a családban az, az fiatal, akkor nagy eséllyel még egyébként SZIA-mentes is lehet meg ugye egy gyerek után. Tehát, hát ez logikát nélkülöző gondolat. De, mert igen, azért, a... ezért, kérdeztem, tehát hogy esetleg neked van-e valami információ arról, hogy mi lehet ez a nagy beígért csoda, mert ne, de tényleg nem pedig szerintem nekem nagyon erős és jó képzelő erőm van, de valamiért nem tudom hát ezt így. Fősorolják a problémát, és azt mondják, hogy ezt mind megoldjuk. Ez persze nem igaz. Van még ö, egyébként ezzel a függel, ugye mert innen indult ki az egész a független ö, civilektől, és ezzel kapcsolatban Bélától érkezett még egy SMS. Azt írja nekünk, hogy a független választottakkal szemben törvény kellene, ha mégis valamelyik párthoz tartozna később, akkor megszűnne a poszt és új választást írjanak ki. Hát ennél rafináltabb a rendszer. Meg lehet oldani azt, hogy ez a párt egy az egyben ne bukkanjon föl soha egy ilyen jelölt mögött, Próbáltam utalni arra, hogy vannak megoldások arra, hogy különféle csatornákon anyagi, szakmai segítséget, kommunikációs segítséget kapjanak az ilyen csoportok. Ezt megkaphatják úgy is, hogy az adott párt az életben nem kerül elő feltétlen egy az egyben a kép mögött. Tehát szerintem ez nem akadályozná meg ezt a hálózatot abban, hogy a maga logikája alapján tovább építkezzen. És azt kellene, hogy lássák a választók, lássák a választók, és ez derüljön ki, ezért mondom én is el, hogy igenis ez áll mögötte. Tehát amikor mérlegelünk, akkor azt is tudjuk, hogy valójában kire szavazunk. Vannak itt még ezzel kapcsolatban kérdések, majd fogunk még felolvasni, illetve nekem is közben eszembe jutott még kérdés, de Te telefonálunk is van, úgyhogy mindjárt sor kerítünk ezekre, viszont hogyha jók az információim, akkor Eper Márton kollégám itt van velünk, és elmondja, hogy mi lesz a radarban. Szia Marci! Így van, szia Balázs, köszöntöm Önöket. Foglalkozunk azzal, hogy egy friss külföldi tanulmány azt állította, megtalálhatták a rák ellenszerét. Döbbenetesen hatékonynak bizonyult az ikavírusos kezelés, a szenzációs felfedés azonban csak az egereknél működőképes. Erről már a Szemelvejsz Egyetem professzorral beszélt műsorunknak, így a rák ellenes küzdelembe úgy fest, nem hozhat áttörő megoldást, mutatjuk majd a részleteket. Aztán a téma lesz, hogy áttatták Közép-Kelet-Európa eddigi legnagyobb zöld hidrogénüzemét üzemét Szászalombattán. Magyarország legnagyobb olajipari vállalata ezzel jelentős lépést tett a fenntarthatóság felé. A vállalat célja egyébként, hogy tevékenysége 2050-re hát teljesen karbonsemleges legyen. Az új üzemben 2021 második felében indul el majd a termelés. Valamint megismerkedhetnek egy olyan szakmával is adásunkban, amit a világ 10 legveszélyesebb hivatása között tartanak számon. Hogy kik azok az arboristák és mit csináltak Pécset nemrégiben, az kiderül majd a radarból. 17 óra 30 környékén kezdünk, várjuk Önöket. Köszönjük szépen az ajánlót, izgalmasan hangzik. További szép napot, jó munkát! Na, és hát említettem, hogy itt minden van SMS-kérdés, telefonáló, úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük a telefonálóval, aki nem más, mint körösi Péter, aki az agglomerációban él. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szerusz Balás, körösi Üdvözlöm. Péter vagyok, tisztelek! Én Szentendén élek, Tova 30 éve, és én ugyanúgy élek itt, mindig a második kertben laktam. Semmi különbség nincs, nem is tartott túl sokkal tovább bejutni. Budapestre, ha be akarok menni, 20 évig ebből a, ebből a 30 évből 20 évet dolgoztam, Gellétbe jártam, ide-oda, különböző helyekre volt, úgyhogy fél hatra, és ez is megoldható volt. Tehát az agglomerációs közlekedés, különösen ahol hév van, az nagyon jó. A második kedben laktam, és oda, ahol az a kedves úr, akit üdvözlök, Én is önt. polgármester, Kimentünk többször biciklizni, ez egy nagyon kellemes, szép hely, a Pilisbe, ugye Pilisbe van. Ö, ahol Itt én élek? Igen, igen. Hát az nem, az Biatorbágy az Törökbálint mellett van, de ott is van hasonló környék, egy Iharos, stb. Biatorbágyot mondtad? mondtad? Igen. Biatorbágy, igen. A Biatorbágy az a másik oldalon van. Igen. igen. Na, mindegy, üdvözlöm, és én nagyon örök neki. Én azt mondom, hogy erre az önköveti választásokra helybe kell figyelni, akinek az a hozzáállása, az ilyen választás, hogy, hogy mindegy, csak ne a Fidesz, az teljesen hülye az az ember. Szóval azért azt egy dolgot szögezzünk le. Ha nem az Orbán Viktor van, akkor itt 500 ezer migráns grasszál, a gyerekét az erdőszélén megerőszakolják a feleségével együtt. ahol Svédországban a Balás által föladott kérdésekben, Svédországban ez egy lengyel ember volt, akinek a 13 éves fiak, 12 éves fi előtt lelőtték, mert ugyanis egy kábítószeres bandát be, hát be jelentett a rendőrségnél, hogy ezek kábítószert árulnak. Erre bosszút álltak. A most erre támítani kell, hogy ezek az emberek, ezek bosszút állnak. Itt nincs, nincs kecmez, itt nincs mellébeszélés. Aki, aki ővelük szembe száll, az vagy megölik, vagy valamit, tehát valamit ki fognak találni. Ezek a jóléti nyugati államok, és ilyenek a svédek, ilyenek a németek, akik valamikor nyugat-németországra felnéztünk, nem tudom maga mennyi idős, emlékszik-e még arra az időszakra, amikor a nyugat -német ország volt a non plusz ultra, igen, igen. Non plus ultra igen. Ahol, ahol, ugye eh, hát összer, mellettük ott voltak a keletnémetek a kettőt összehasonlítva, Szóval itt annyira kiderült a két rendszer közötti különbség. De most én úgy látom, hogy ezek az országok, és a németeket is ideveszem a franciákat is, a spanyolokat is, talán egy kicsit az olaszokat is, svédeket, Hollandokat. Ezek mind egytől egyig elrontották, tehát gyakorlatilag elrontották a dolgokat, és a magyar népet jelenleg a Fidesz politikája védi meg mert nincs az a cirkusz, ami ezekbe az országokba, és ez így is fog maradni, mert most kijelentette Szijjártó, mikor megszavazta ez az Európai Unió azt a baromságot, kijelentette, hogy mi nálunk ugyanez lesz, mint volt. Tehát ide senki nem fog csak úgy besétálgatni, meg bejönni. És nagyon helyeslem és igazat adok. Az az ember, amit a Balázs elmondott, hogy aki mindent fölvesz, és ennek elnére ő oda szavaz, Arról semmi más nem kívánok. Csak éljen mindig egész hátralévő életében baloldali önkormányzat és baloldali kormány alatt amikor a Gyurcsány Azért neki kívánja alatt. ezt Kőrösi úr, mert azon a településen akkor a többieknek is ezt így kell élniük, és ez nem, és ez nem hát biztos. igen, éve. ez az egyetlen ez esélyük, hogy a, a, többiek nem ilyen hülyék, mint ez. ő, mert ha, ha belegondolunk abba, hogy 15-ször emelték a Gyurcsányék a gáz és a árakat, azért gondolkozzunk már egy kicsit, Amióta Orbán Viktor van, 110 forint a gáznak köbmétere. Németeknél 600 forint a gáz. Hát emlékszik ha nem te voltál, azt hiszem a, a kislány volt a, a Zita, Zita igen. betelefonált egy hölgy, most jöttek vissza Bécsből. Véglegesen visszatelepültek. És elmondta, hogy Bécs is konkrétan élhetetlen. Azt mondja, 1500 euró nyugdíjból nem lehet megélni. A lakbér a közműköltségek, a fűtés, a világítás, stb. stb. stb azt mondja, hogy gyakorlatilag 100 eurója maradt a Igen, bocsánat, erről, erről egyébként sokat beszéltünk már, nem tudom, emlékszik-e itt a Paláverben is volt egyszer konkrét téma, hogy az, hogy ha valaki azt mondja, hogy Magyarországon nehezebb megélni, mint külföldön, mert hogy alacsonyabb a fizetés, akkor nyugodtan el lehet kezdeni a matekot úgy intézni, meg gondolkodni rajta, hogy nem csak egy fizetés létezik, hanem a fizetéshez képest is léteznek bizonyos költségek. Tehát hogy kezdhetjük ott, hogy albérlet, egészségügy, ha az embernek el kell mennie a fogorvoshoz, mert lehet, hogy a nem tudom milyen márkájú cipőt az ember megkapja olcsóbban, mint mondjuk egy magyar üzletben, meg lehet, hogy máshol mondjuk Olcsóba, nem tudom, a csirkemel filé, de lehet, hogy két-háromszorosát kifizeti egészségbiztosításra. El, biztos, hogy nem olcsóbb. Egyébként... A, ami, 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 lehet, hogy olcsóbb egy-két ilyen, ilyen, műszaki cikk, ezt el tudom képzelni, de már ebbe se vagyok biztos. De az viszont tény és való, hogy ami a megélhetéshez kell, az oktatás, a közlekedés. Az, hogy a 15 év alatti gyerekek ingyen közlekednek. Az, hogy most 900 forint egy, havi, bér, egy, egy havi vármegye bérvet emberek 900 forint el tudja azt valaki képzelni, hogy egy gyereknek 900 forinté? Ez egész, sőt, most már Budapestre is érvényes. És akkor még nem beszélek a közműdíről, nem beszélek arról, hogy a magyar ö, ingatlan ö, úgy alakult ki, hogy az emberek nagy része saját lakásában lakik, nem bérlakásban lakik. Igen. Ez a hölgy, aki Bécsből visszajött, elmondta, hogy olyan horror árak vannak a bérlakás fronton, hogy elképesztő és megfizethetetlen. Szóval ez a nagy nyugati jó. És rész... egy cipős dobozt bérelnek az emberek kvázi. Tehát, és... Hát igen, egy garzonot. Ugye tudjuk, és... hogy a feltörekvő, feltörekvő 20 éves fiatal, amikor elmegy Londonba meg Írországba szerencsét próbálni, és egy konkrétan egy cipős dobozba lekik két Pakisztánival. De, so, De ez neki ne, jó. Az és Európai akkor fel álló, kell ugye? nézni rájuk. Tehát én azt mondom, én azt mondom, az összes olyan szavazónak, aki itt szavazni fog, Hogyha ő azokra a pártokra akar szavazni, akik Magyarország ellen dolgoztak, a Momentumosok, a, a, a Dovrevék, és a, és a Gyöngyösi, és a többiek, akik kín vannak, és egyfolytában azon ügyködtek, hogy Magyarország egy fillért ne kapjon, mert hát, ha akkor az Orbán meg fog bukni. Emberek rossz hírt mondok. Orbán akkor se fog megbukni, hogyha az Európúni egy büdös fillért nem ad. Mert ők úgy gazdálkodnak, első úgy gazdálkodnak, hogy az ország meg tudjon létezni tudjon. Mert amikor átvették a kormányzást a gyurcsányéktól, gyurcsányvtás fölvett. 10 milliárd dollár hitelt az IMF-től, amit utolsó szögig a Fideszre adott, és ezt ők kifizették. Majd a Fidesz az IMF-nek utilaput kötöttek a talpa alá. És így is, és most vettük vissza a repülőteret. És a Fidesz folyamatosan veszi vissza az nemzeti értékeket. Én nem tudom, akik te beszéltél Balázsot mellettetek, hogy ők ilyen meg mindent fölvettek, és ennek éve, oda akarnak szavazni, hogy ez ezek milyen lelkületű, milyen emberek, nem tudom. Nem hogy munkásőr volt-e a nagypapa, Ez. vagy mi volt a nagypapa, nem tudom. De az tény és való, hogy teljesen rossz úton van, és rossz irányba van. Egy kérdést tennék még fel a kedves, a kedves úrnak, aki, aki ugye polgármester, jó hallottam? A igen. A polgármester. Tehát ott tulajdonképpen akkor ott jobb oldali önkormányzat van? Így van. 1990 óta lényegében. No, hát ez egy nagyon becsületes És szeretnénk spár, ezt megőrizni ára, ezt a, a jó Istennek. A jó itt Szentendén sajnos nem így van, itt már valódal győzött. Különösebb nekem problémám velük nincs, meg nem is kérek tőlük semmit, meg nem is várok semmit, de nem tudom a Szentendése megérteni, rengetegen kiköltöztek olyan emberek, akik valószínűleg oda tartoznak, és rászavaztak ezekre, mert előző polgármester itt is jobb oldali volt. Én abba bízok, és ezzel befejeztem, hogy a Budapesten lesz jelentős változás, mert aki karácsony bénázása után még mindig oda szavaz, és a, a Ferencvárosi, meg 8 nyolcadikerti, meg 7 is oda szavaz, az az ember már tényleg reménytelen. És én nagyon bízok benne, hogy ez nem így lesz. Köszönjük szépen, Körösi úr! További szép jót, napot kívánunk, minden, minden jót! jót. És arra szeretnék emlékeztetni, amit Körösi úr mondott, hogy ez valaha jobb oldali település volt Budős, valaha jobb oldali település volt Törökbáint, valaha teljesen jobb oldali település volt ért szintén Nem szabad hagynunk, hogy további települések váltsanak. Itt a körösi úr említette, amitről egyébként már én is kérdeztelek itt, hogy Budapestről is mennek kifele az emberek. De még mielőtt erről beszélgetünk, nekem van nem egy nagyon fontos feladatom, itt ö, lezárjuk a mai szavazást, úgyhogy kihirdetném ennek a végeredményét. Ugye az volt a mai kérdésünk, hogy ön szerint lehet-e tárgyalni a békéről az orosz fél nélkül, és az eredmény a paláver elejéhez képest változatlan 98% a nemek javára, illetve 2% az igenek javára. És köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a szavazásban. Bár a tévénézőktől hamarosan el fogunk búcsúzni, itt még egy SMS-t, hogy ők is hallják, ezt felolvasnám. Katalin írta nekünk, hogy járt utat a járatlanért el ne hagyd, de a 12. kerületben nagyon jól működött a konzervatív vezetés, igaz, sok fiatal momentumos érkezett, de bízom a kerületben. Tehát, hogy Katalin azt mondja, hogy sok az új valószínűleg balra szavazó ember, és ennek a kell. A 12. Lenni. kerületnek feltétlenül. Abszolút, 12. kerületnek is, <laughs> is drukkolunk. És hát elérkezett ez a nagyon szomorú pillanat, hogy a tévénézőktől hamarosan el kell, hogy búcsúzzunk. Ö, nekik nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a telefonokat és az SMS-eket is. A jó hírünk viszont az, hogy a rádióban továbbra is fogjuk folytatni a beszélgetést, még most is egy kicsit utána, pedig egy órán keresztül még. Úgyhogy aki teheti, tartson velünk a tévénézőknek, pedig további szép napot kívánok és szép estét. Paláver. A Híre fel és a hírtévé interaktív műsora. Paláver. Hangra fel.